Négy évtizede dolgozik az óvoda pedagógusi pályán, és ami még meglepőbb, ugyanazon a helyen, a Nagyrédei Kastély óvodában, Király Istvánné az intézmény vezetője. Munkája elismeréseként magyar bronz érdemkereszt kitüntetést kapott. Az intézményvezető felidézte a munkássága legjobb pillanatait is. Sokszor feljegyeztük azokat a gyerekeknek a beszólásait, amiken jókat derültünk. Nekem is van ilyen még kezdő óvónökörömből, amikor egy ikerpár futkározott az udvaron, és a másik kisgyerek álmélkodva nézte őket, és megkérdezte, hogy Jóhó néni, ezekből miért van kettő. A 40 éves munka eredménye, hogy az intézmény szakmai körökben is elismert, hiszen 2004-ben kapta meg az óvoda a közoktatás minőségéért díj ezüst fokozatát. De a szakma mellett a település közösségének a megbecsülését jelenti az a díj, amit Kastély óvoda dolgozói 2003-ban kaptak meg a Nagyrédei önkormányzattól. Ez volt a Nagyrédéért díj. Király Istvánné szerint az intézmény fontosnak tartja a környezetbarát szemléletmód kialakítását is. Környezettudatos nevelésre foglalkoztunk a innovációs munkánkba, ezt dolgoztuk ki, akkortól kezdődően. Következő lépés az volt, hogy zöld óvoda lettünk, már másodszorra nyertük el ezt a díjat. Mindenféle zöld ünnepet megünneplünk, tehát takarítási világnap, madarak és fák napja, föld napja, víz napja, mindegyikhez fűződik valamilyen kis rendezvényünk, kiállítások, vagy állatok napján kutya bemutató, vagy kisállatokat hoznak be a gyerekek, tehát ezeket mind feldolgozzuk, és az újrahasznosítás, a szelektív személygyűjtés elemet gyűjtünk a gyerekekkel. A Madárbarát címet méltán érdemelte ki az OVI, hiszen rendszeresen szerveznek madárgyűrűzést, és Erdejóviba is viszik a kicsiket. Társadalmi összefogással a pincében 2011-ben egy száraz sószobát is kialakítottak himalájai és parajdi sótéglákból. Hetente 2 órát tölt itt minden csoport. A kertben elhelyezett napelemek biztosítják az intézménynek az áramellátást, és az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően bevezették a kompetencia alapú programcsomagot is. 4 olyan nagy uniós pályázatunk volt az elmúlt időszakban, amit projektmenedzserként vihettem végig. Az első 2008-ban a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése volt. Ezt az iskolával közösen nyertük el, és vittük végig 2 tanéven keresztül, a fenntarthatósága most zárult le. A másik pályázatunk előminősített referencia intézményként részt vehettünk a referencia intézmény minősítéséhez kapcsolódó pályázaton, ami sok továbbképzéssel járt a pedagógusoknak. Az intézmény vezető elárulta, a következő fejlesztési tervük egy bölcsőde építése a kastélyépület mögötti udvarban. Erre már be van adva a pályázat, jelenleg pedig az elbírálást várják.